Üdv mindenkinek, sziasztok, itt Nexus, és ez itt a Star Wars Battlefront második livestream végre a beta után, és aki itt van velem, Norbi és Tomó. Hello, sziasztok! És Norbi egy kicsit afkol, de majd mindjárt jön. Igen, így bizony. Várhatunk egy kicsit, addig én megmutatom, hogy nekem milyen beállításaim vannak a karakterem. Ja, olyan beállítás. Ja, én mondjuk a videóra gondoltam, de mindegy, azt is... Nem, hát azon nincs mit mutatni, de azért belemegyek a videóbeállításokba, most ezt a live-ot, ezt... ez automatán beállítás, semmit nem állítottam, egyedül a motion blur-t vettem le, mert az engem zavar. Mindent automatán high-ra állított be, így is olyan 80 FPS-en van a játékban, 90, még akár ultrára is föl tudnám húzni, bétában is játszottam ultrán 50-60 FPS-en, de azért kicsit jobb, hogyha azért... megvan ilyen 70-80 FPS. Lehet 50-60 FPS-es kacok, éppen nálam is látjátok, hogy médiumon van a Shadow, meg egy-két dolog high-on és nem ultrán. Ez azért van, gyerekek, mert van az Endor nevű bolygó, ugyan van az a nagy erdő. Minden más pályán tök jó FPS-ünk van egyébként, én is föltetnék mindent ultrára, de azon a pályán, hogyha mindent fölteszek, akkor ilyen 35-40-re lemegy. És inkább akkor most így kb. 50 körül megy. Szóval csak ezért vannak itt levéve ez a pár dolog, mert Ez egy elég részgazdag pálya, de megyünk hát az, rajta. Hát az nagyon beteg, persze, megmutatjuk, jaja. Látni fogjátok. Igen, aki megnézze a videót, az meg, csak hogy most még egyszer tisztázok, hogyha nem nézi a címet, ez a tegnap esti live-nak a felvétel, amit Nexus csinált. Én ezt már hónap reggel fel is tudom. Ja, jó. Én belementem itt a diorámába, ez nem tudom mi. Mert hónap este én fogok live-olni. Ja, valamit mindjárt elérte. Átalakulok Darth Vader-i. Ja? Ja, a dioráma azért, az amit a ráma ma, nem? Ja, az újfajta vaj. Keressétek a boltokban. Nem, ezek ilyen gyűjtető cuccok amúgy. Igen. Na jó, vigyú, gyerekek, elég sokat beszéltünk, mert a játék hív meg. Jó, de várj, Norbi nem tud majd bejönni. Hát ő nem fogadja, hogy nem tudom. Hát az a baj, hogy... Most el van indítva nála a felvétel. Hát akkor pigyom, majd akkor fölveszi a menüt. Ja. Nem? Na menjünk. Lesz. Majd alá vágja, amit én játszok. Annyit még megmutattam itt a kártyáknál, hogy nekem most jelenleg két gránát van bent, ez egy ilyen Nexus taktikál néven elnevezett, nem is inkább taktikai, hanem inkább ilyen Rambo felszerelés, a fegyver az nem Rambo fegyver, az inkább ilyen egy baromi erős, mint láthatjátok, majdnem nagyobb, mint maga a karakter. És akkor nézzük, hogy akkor mit játszunk. Droid Run-nal kezdjünk esetleg? Az, de ne, ezért, az a Super Macy, vagy mi a neve? Ja. Igen, skacok, nagyon jó játék, most így már tényleg ez a teljes játék, tényleg megérte a 60 eurót. A Norbi is itt van, belépett. Jaj, jó, hát akkor. Úgyhogy nagyon jó, hogy tényleg a menü gyerekek, itt a lézerkar, meg az átadító itt mozog meg, csipog meg, mit tudom én, tehát már magába a menüvel el lehetne játszani nagyba. Itt egy ilyen kukás autó volt ott a képen. Na ez melyik bolygó? Ez a Tatooine szerintem. Ugye van ez a... Hát ugye itt ez a kukás autó, ugye mennek ezek a kis manók. Itt is szedik a hulladékot, meg ilyenek. Hát persze. Hát gyakorlatilag azt csinálják amúgy. Üzletelnek, seftelnek. Persze, hát ilyen kis... Ez egy ilyen kis... Csoda. Egyébként... Tudom. Itt van piroska is, adjam. Piroska? Na szóval ezután leállt a bozokban, megnézem, hogy droppolt a frame-et. Nem tudom, mert szórakoztam hát a beállításokkal. Nem. Azt a most ütötte be a textúrákat. Oké, partner start. Gyerekek, jöjjön a Super Macy. Az mi? Itt ilyen pontokat kell foglalni. Igazából. És lázadók vagyunk. Rebelek. Hívze. Hogy menekülnek be a kis izék? Mint a patkányok. Ja, igen, 90-es izén van. Mi az már? Field of View. Beszállt a turretbe, vigyázz, pont beszállt a turretbe, maradjunk mögöttem, ezt arra fognak minket lőni. Orbitál, gyere be! Lebombáztak, te bejutottál? Gyere, ha nem, ha bementem a izi alá, de előttek. Én is akartam, csak már nem tudtam. Nem, előttek, mert pont azt nézték, direkt. Hát hallod, ezt a mászit, aki fölvette az a Orbital Strike-ot, mekkora mászja volt, most utasik embert kinyírt. Gyerekek, ez... Hoppá, hallod, egy lövéssel előttek, csipával, nem tudom, hogy hol. Az a zöld áll? Aha. Hát igen, az... Epic. Az olyan. Ez lost volt, de is. Nem lő sem. Jó, láttam ott, hogy ott a izé van, ott a szit nagyon. Vader! Nő, Vader!
Kocsizunk a picsába. Ajaj, elkapott a nyakam, a nyakam! Áll, levágott itt a disznót, hallod? Elég pekesen indul egyébként ez a meccs, mert... Majd meg! Több embert nah. Is tudtam volna ötülni. Hát most én is, apjus kocok még melegíteni kell egy kicsit. Na, jó lesz megint ez. Megint eljön ez a köcsög. Kapta azért, mivel a granátot rádobtam. A véder? Nagy úr. Ott van, júj! Húzok innen. Így a granátot, jön halott felé, halott jön felé. Meghalunk. Hát azonnal húzok innen. Aha, tényleg itt jön. Most húztam innen. Meghal. Meghalt? Még a partner start, még valaki rá is spanolt. Nem, de már off HP is. De már jön értem. Hú, gyerekek, ez... Aha, megöltem és itt fut. Hallod, szorított. Aztán elengedett, már lelőttem. Ez meg oda letérdelt a haverja mellé. Még meg is gyászolták. Hát kiégek. Jaj, ne. Új, Nexus, tudod mi jön itt? Lépegető jön. Hova lehet innen menni? Hú, pedig aktiváltam az Ion Shotot. Hús kacok, hát ez nem egyszerű. Mondjuk ezen a pályán még nem játszottunk ilyet, de... Jó, repülőt nem veszek fel. És én vagyok az első 1-4-es kapta, hallod? Hát... Megöltem a Vadert. Hát hogy már észlelted, jó az apád? Ne vedd fel az enyém! Fölvette előlem ezt a szuper izé képességet, hogy mi az. Ja. Pillanat, nekem itt meg kell igazítanom egy-két dolgot. Hoppá. Segbe lőttem a társam. Itt nem igaz, hogy nem hal meg a gránátomban. Problémák vannak itt a csatlakozásra által a gépbe. Micsoda? Mindig elmegy a füles egyik oldalában. Nem, már ennyi volt. Is. Na hát ez gyors volt. 3-5-ös stat egy. Ja, itt van, játszik a Norvi, jó? Ja, csak beszél, mit a telefonál. Hát mi az a kép? Cségós kép, originál. Hát utcájba vágnám, hogy... Dat selfie, láttad? Na. Legjobb barátok, CTT. Nézzük a... Na igen, itt nem kicsit így droppol a játék, amikor számolja az XP-t, nem tudom miért. 192 pénz. Maradjunk minket. Itt? Ó, ez maradjunk, oké, okay, maradunk, oké. Okay. Na hát ez a pálya fog jönni, nem biztos, na, hogy ezzel a fegyverrel kéne mennem. Ez a pálya, gyerekek, úgy megeszi az FPS-t, hogy... Hihetetlen. Na jó, gyerekek, viszont olyan szép, mondjuk az a baj, hogy hiába teszem fő Full HD-ba, mondjuk 30 FPS-sel, mert föltetném 60-ba is, de egyrészt ugye ez hosszú felvétel lesz, de akkor is adnád. Adok rád egy kis hangot. Na, és ráadásul éjszaka van. Éjszaka. Mi a szar, már foglalják is. Hoppá, nagyon jó. Második gránátot is kapta valaki. Hova tűnt? Hát azt talán dobt ezt a gránátot, igen. Tomónak lehet, hogy akadt egy kis dolga, mert teljesen lemutolta magát. Norbi telefonál. Úgy már csak én maradtam, de mindjárt jönnek vissza. Ez a második gránát, ami nekem a hármason van, ez azért veszélyes, mert ha megdobom a falat... Hoppá! Mert ez az olyan gránát, hogy amint eléri a falat, vagy megdobsz valamit, az azonnal robban. Na most, hogyha én beledobom magam előtt a falba, akkor én hallott vagyok. Sajnos már elé fordult, meg lehet most is elő fog fordulni, mert néha azért még én is bénázok. Várj, most mi van? Most elfoglaltuk? Ezt nem most foglaljuk. Pont benne vagyok a sűrűjében, úgyhogy elég nagy esély van rá, hogy hátba lő valaki.
onnan fönt. Vannak az ellenfelek. Halott vagyok. Fentről is, lentről is. Legalább lépegetünk van, most az előbb bemondta a játék, hogy lejje vagy lejje a herceg, őt szépen lerakta nekünk ide a pályára a játék. Az ellenfél között. Meg azt is kinyírni. Lesz egyszerű. Próbálom őket bekerülni, mert az igen, majdnem megütött. Hát nem kéne ekkor átkerülni. Ja igen, és a fákat is ki lehet dönteni, szóval nem lehet azt mondani, hogy nem dolgoztak rajta. Itt vagyunk, amit foglalni kell. Egyedül természetesen. Az a rossz, hogy ezt egyedül mire elfoglalom, ezt észreveszik, 600-an ide jönnek és felülnek a picsenába. Ajj, arra lett életbe. Amúgy ezen a pályán én egyszer ültem járműbe, akkor is... Hol van? Itt ez, amit most loptak el tőlünk. Egy ugyanilyen ültem, körülbelül 3 másodpercig elindultam, alám dobtak egy gránátot. Orbi is itt van. Ugye meghal. Alám dobtak egy gránátot, maradt 20 HP, én félrehúztam magának a járműnek maradt 15 HP-ja, leugrottam róla bele egy ilyen turretbe, ami egyébként itt is történt, ez az említett dolog, nem is messze. Gránátot meg mögé dobtam, jó van. Már majdnem. Sokáig nem vezettem. A jármű irányításokról annyit, hogy magát a repülőt írdatlan nehéz irányítani. Most nem tudom, azért, mert nekem van rosszul beállítva, de többen is beszéltük rólamba, és egyáltalán nem ilyen volt a beállítás. Rengetegen vannak. Előbb itt mászkáltak, hova lettek? Nem hiszem el amúgy. Meg ugye azért is sokkal nehezebb, mi világítunk a kis fehér ruhánkba, ők meg ugye a terepszínűben itt futkároznak, azt se tudom, hogy melyik bokorba kempelnek. Pont amikor ugye tegnap megjelent a játék éjfélkor, még itt fönn voltunk a srácokkal játszottunk, és azonnal az volt az első halálom, hogy valaki így a bokorba így ült, úgy lőttek le. Nem igaz, mert az előbb itt futkároztak, most még senki nincsen, most ilyen gomi van. Meg hirtelen 8-an vannak előttem. Ő is veszítettünk. Hát gyerekek, ezek a meccsek, ezek most illetlen rosszak. Mielőtt elkezdtünk live-olni, hát nem tudom, elég érdekes. Azelőtt ilyen 37-4, meg ilyen statjaim voltak, most még gyakorlatilag semmit nem tudok csinálni, de hát ez ilyen tipikus, ilyen live-ra jellemző dolog, hogy szegény Norbi se tud beszélni, mert telefonál, Tomónak is éppen dolga akadt, és így itt maradtam egyedül, de remélhetőleg hamarosan visszajönnek. A live megközelítőleg 8-ig fog tartani.
hogy még bő másfél órát live-olunk, mert itt lealta mozgatok, azért ugrik össze a képernyő nálatok. Tehát azok is, akik most csatlakoztak, vagy nemrég, azok is tudják, hogy Tomo és Norbi hamarosan visszatérnek. A 11-es vagyok, szerintem nem állokkoltam semmit, ezeket a fegyvereket vettem meg eddig. Amire gyűjtök, mint az 14-es szinten van, vagy 13-as. Ez a Jump Pack. 13-as szinte 3100. Illetve még a Sniper, amit ugye bétában elég hamar meg lehetett venni, azt most átrakták 28-as rangra. 3100-ért. Ja, közben elkezdődött a meccs, úgyhogy... ide nem ezt a fegyvert kéne hozni. Most már nem tudok váltani, vagy igen? Igen, itt ezt fogjuk hozni. Ezt egyébként, ezzel a fegyverrel eddig kétszer játszottam. Az első körben, amit láttatok, itt fut Norbics, nem tud beszélni. Illetve még azelőtt próbáltam ki egyszer, az igen. Jó, hogy két gránátom van. Kill assist, aki megölte. De egyedül lennék ezen a szerveren, pedig nem. Nem igazán vagyok jó helyen, mert ugye ez a pályázni, hogy két oldalt vannak épületek. Akadályok itt meg a középen látszik, hogy ez egy ilyen folyik le a láb, hogy nincsen semmi. Mindkét oldalról olyan tiszta célpontot tudok nyújtani, hogy most jól beleszadtam a csapdába. Ott egy lépegető is jön, ami nagyon jó. Ugye ezzel a fegyverre ilyen tempóban lehet lőni, ezt megmutatom. Ez egy nagyon erős fegyver, ez 2-3 lövésből is el lehet intézni valakit. Tehát ahhoz, hogy el kell találni. Nehéz egyébként, kicsit tokni kell még az irányítást is, nem egy cségó. Jaj. Ennyire bén én sem lehetek, de... Jézus Mária, ilyen epic fél videóba belerakhatnak. Ki is granátoznak, remek. Bátok fegyvert, mert ez most nem igazán fekszik nekem. Mondja, van ez a shotgun, ez kegyetlen durva egy fegyver, de hát nyilván ez csak közelről lehet ölni. Amelyikkel játszunk. Bár a fegyverrel kéne. Valaki itt a turretet kempeli. A játék nagyon jól sikerült. Egész jól van optimalizálva. Pályák gyönyörű szépek. Szerintem elképesztő, hogy mit tudnak. Hoppá, csóri gyereket elég jelölték. Hopp. Ja, aha. Boba Fett kinyírt. Na hát egyébként be kéne tennem a snipert. Azon is van. Az olyan sniper, hogy... basszus. Ez nem az a sniper, amit mutattam, amit 38-es szinten lehet megszerezni, vagy 37-es szinten, ez egy sokkal szolidabb. Ilyen charge-os módszerre működik, tehát fel kell tölteni. Ide nem jövök. Pont minket céloz a másik oldalról. Ne! Jó. Tudok csinálni új kárcát? Persze ilyenkor sajnos már nem tudok snipert betenni, csak a játék elején tudok választani. Hogy még borzasztó. K
kritikán aluli, amit én művelek most ebben a játékban. Luke Skywalkerünk van legalább. Ha már én nem lövök semmit, legalább nyerjük meg a játékot, de elfoglaltunk még egyet. Nézzük, mit lehet ezzel a kannonnal csinálni. Valaki szétlő. Hátulról jött volna a lövés. Ja nem, ez egy ilyen anti-ergánszerűség, ami alapból ugye itt szórakozik, alapból ugye megtámadja, ez egy ilyen robot. Ezt a hülyét Istenem, meg is halt. Szórakozzá tudod kivel. Nem tudom, ennek az irányítása kegyetlen rossz. Tehát abszolút nem úgy érzékeli az egeret, tehát ilyen olyan, mintha lenne egy nagyon rossz egered, és akkor húznád finoman, de nem követi rendesen, hanem így ugrál. Tehát ahhoz lehetne hasonlítani ezeknek a kureteknek az irányítását. Nem tudom, hogy ez miért ilyen, de ezen igazán fogozhatnának. Kritikál kill, azt itt 100 gyereket én öltem meg gyakorlatilag. Jaj ne! A robot ez gyilkol, ezt ki kéne nyírni. Párát! Kéne HP-t tölteni, azt mondja ez a turret, ez nekem nem kell, én ezt lerakom. Valószínűleg innen fognak jönni egyébként. Így van. Valamiért nem tudtam mozogni, most valószínűleg lag volt. Mint ha beakadtam volna. Így nem lehet bemenni. Valami harc megy éppen. Erre nem tudunk menni, hogy mindenki a másikat blokkolja. Ez egy infantry turret, ezt ide kiteszem. Ezt szeretném ide kitenni, így. Akkor ezek majd magától szépen lövöldözik nekem. Jó, itt vagyok gyerekek, elnézést, csak el kellett mennem. Na, semmi baj. Én itt egyedül felkonferáltam mindent. Félig meddig itt vagyok én is, most végeztem egy hívással, srácokat, hogy folytatódni fog, csak sajnos nagyon rossz kók tudnak keresni ezt. Most sajnos ez ilyen évvégi zárások vannak, úgyhogy ezzel nem tudok srácok mit csinálni. Hát az is. Jó, nyugodtan, hát mindenki intézze a dolgát, ahogy tudja. Ezért mondtam neked tegnap, hogy hát mostanság, hogyha én live-olni szeretnék, azt nekem nagyon ki kell találni, hogy mikor. Aha, ott van a rohadék. Hát én kritikán aluli, amit művelek amúgy most így játékterén. Tehát az, amit eddig ilyen baromi jó statokat produkáltam, mielőtt elkezdtünk live-olni, annak nyomát se látni. Szokásosan a turret, érted? Itt uralja a turret. Valami már megint rakéta bemért. Hát nem tudok hova menekülni, hát meg is dob valami gránátot, akkor én is dobok nektek, rohadjatok meg. Pingpongozunk itt, a mögöttem meg beszállt a csók a turretbe. Ráadásul van, nem jött ki. De! Jó, nyugalom. Gondold el, próbálsz ilyen melós dolgokról beszélni, és akkor a turret, amit tudom én, hanyatszor lő le, utána meg a AT lépegető, és akkor így kérdezik, hogy mi a probléma? Semmi, csak gondolkozok, és akkor így... És akkor így mindfuck. De! Ja, hogy hátulról, aha.
Miért is lepődök meg azon, hogy elméletileg van egy vonal, amit mi tolunk előre, és mégis a játék bespawnol mögének embereket. Tehát én ezen annyira nem lepődök meg ezeken a spawn rendszereken. Ugye DICE-os játék, EA Games... De nem igaz, tehát az a baj, nem tanultak belőle a hibából, pedig egyszerűen beta alatt szerintem elegen jelezték, hogy ez itt kaksi. De tudtam hallod, Istenem. Bálják meg a gránátokat a szíjtről. És itt van az arm előtt szőke kis prosti. Egyébként észrevetted te is, ha beszállsz ilyen turetekbe, akkor az irányítás az ilyen fos. Nem tudom még... Nem nagyon ültél még turetbe? Hát nem. Na. Hát... Lehetne majd azt, kedves live-aló társam, hogyha vége, akkor megint így összemegyünk, vagy ti most együtt vagytok valahol, vagy? Ja, kiléptél? Jönnek 5 perc is vége van, de kiléptél. Akkor megvárom nyugodtan. Ja, most a felvétel nem is, majd gyors leállítottam, majd... Mondjuk az a baj, pont ez a dzsungeles pálya, mindegy, hát úgyis játszom, szerintem drop zont is. Hát hallod, a dzsungeles pályán kikaptunk, mint a szar, volt 5 fregem talán. Hát, jó, hát mindegy majd. De az rövid volt nagyon, furcsáltam is, hogy miért volt. Egyébként, ha nem lesz, akkor ne aggódjatok, már hónap is lesz live, meg szombaton látok a Norbi live-ba, szóval. Ki az anyám, túl kinyírt. Nem, ugyanilyen a Boba az a fia, és a Django pedig a... Na figyelj, mindegy, egyre megy nálam, ugyanazt tudják gyakorlatilag. Jumbo Jet. Azért rajtam a füles, úgy meg bele közé a füles, meg a fülem, vagy na. Hú, gyerekek, kicsit fáradt vagyok mára. Ittam koffeint is. Azt a rohadt életbe. Benne a füles a fülembe, ugye, rajta a füles, és akkor közben... Eddig még egyet se nyertünk egyébként, lépjünk innen, mind a három szó úgy elvertek minket, mint a szar. No. Figyeld már azt a Fritlol 50-10-ben vannak, hagyjuk már amúgy. Torony, tornyozott a gyerek. Meg most az előbb izével volt Django Fettel, itt repkedett fölöttünk. R9380X kártyák most rajta voltak el, most nézem itt a... Azus, ugye Strix ütés, Gigabyte, 10 XFX, Zafir, VT és valami, nem esélye, nem csinál. Na, úgy látom, várjatok. Na, mert akkor visszalépek és akkor folytatom én is a felvételt. Oké. Okay. Igen, majd kicsit meg kell. Lépjünk akkor innen ki. Nem tudom, drop zone, esetleg de akkor izén azon a... Ezen a Endor bolygón. Ja, benn vagy a partiba. Bent vagyok, ja. Akkor indítom a felvételt, jó? Drop okay. Zone ezen a... Ezen. Még ne, most én újraindítom a fölvételt, igen itt egy kis drop hiányzik, már most el kellett mennem. Melyik pályát rakjam be? Azt a, hát a Endor bolygót, ez a... De az nem tudom, erdős. Erdős. Ja, erdős. Zambógyom is. Tényleg ez, tudod, ez a dioráma miről szól amúgy? Hogy miket lehet gyűjtögetni? Ez olyan, mint a... Igen, lehet, jó. A csinálenteket így megcsinálod, és akkor... Igen. Kirakja a kirakóst, aha. Hát ilyen kirakós itt Darth Vader-t lehet belőle kirakni. Na, de legalább van értelme achievementeket csinálni. Hát ja, Norbius. Aha, várjál, csak benne de vagyok a hülye diorámában. Hát most ne rámázz. Egyébként most nézem, hogy a lézerkarnak így a vége le van kopva, ez biztos ilyen field tested-es lézerkart. Hallod, erre volt csak pénze a Luke-nak, hallod? Ilyen factory nyúlva már nem futottam, mi? Ezt örökölte. Apa, vegyünk startrakosat, újat nem veszek hát, neked, de hát, fiam. De figyelj, de a filmben is elhagyott nem egy lézer, vagy nem is csodálom, hogy használtad kap már. Jaj, tényleg, jaj. Elveszít egy csomót, és azt te loser, használd itt. Egy nagyobb pádé volt a 15. világ. Ő akar harcolni kapcsolnába, és akkor így nem akar így kinyílni neki, mindig így visszahúzódik, ilyen selejteset kap. Ilyen kínai utánzat. Vagy így kezébe fölrobban. Vibrál, így átütközött egy-két sugár között, így átüt az ellenfél. De hát ez szar! És tudod, visszaküld és kicserélik neki. Nem, jó, nem tudom, nem lépő, vagy jönnek? Vagy nem tudom. Nem adják vissza neki a pénzt, akkor lépjünk ki. Na ez jó, pombos jöttek, nem majd lépjünk ki. Ajajajajajaj, a picsában nem baj.
Hát, drop nem baj, még egyszer hátra visszadob. Egyébként remélem nem lesz hangos a zene itt, meg a... Nem tudom én. Nagó. Nem jobban Norbi? Egyet azért, mert ugye... Ugyanaz, nem baj. Jó van, csak összegyűlik most már. Jó van, jönnek. Persze. Hopp. Hát ugye ez nem az a játék, amit ilyen pár ezeren játszanak azért. Ne szórakozz, így elindul, hogy hárman vannak, ez komoly. Nem, majd utána most ki fogja írni, hogy várok, ja, aha, hogy aha. A szerve. Azért, mert van biztos egy csalódás. Elírta a gyerek, nem John, hanem John H. Úgy írta, nem John H, hanem John H. Szerintem ott elírta foglalt, a nevét. Foglalt. Ugye nekem is két ipszilon van benne, mert foglalt volt a... Ne szórakozz. De, nagyon furcsán foglalt volt a nevem, ja. Hát... Úgyhogy... Na jó, E11, most nem meg kis pisztolyom ezen a pályán, ez nem... Attól, hogy két I betű van benne, az I-m vagyok. Az na jó, hát ugye, nekem is az, hogy Nexus PV-n, az három darab N-nel van a végén. Ja. Nem egyen. Olyan biztos nincs senkinek. De neked. Hát de most ez is a GameZone 0-5, hát nem hiszem, hogy... rajongókon kívül valaki adné a nőt. Anno még néztem, hogy gyerek beregisztrálta a nevemet. Aztán nem is játszott gyakorlatilag ilyen... Évekig be se volt létre, mondom, nagyon jó, mondom, tök na hát... Újjaj. Foglaltad. Na gyerekek, Endor bolygó. Go. Most mit játszunk, mi Drobzon? Drobzon. Blaster. Akkor jó, oké, hát pont a legmesszébbre kapjuk. Meg valami ízét, Denevér itt elrepült mellettem. Tényleg? Na, hogyha ezt itt átdobom, olyan hülyén néz ki ez a Star Trooper ezzel a kis pisztolykával. De mondjuk jó a pisztoly. Csak... Pisztolyka. Én ezt kópos kis pisztolyt használom itt nagyban. Azaz. Jaaaz! Baszki, de megijedtem, hogy bejössz elém, akkor felrobbantam volna. Jönnek. Meg valaki. Odad, ott van! Halad, nem láttam a fűtől. Hát kiírjuk. Nem láttad a fától az erdőt. Így bizza. Amúgy honnan van a karakteremnek ennyi zsebemből így mindig elővarázsolom a gránátokat, ez hogy lehet? Meghaltam, hát ezt nem hiszem el. Lentről jönnek a gép alól, meg föntről. Igen, mert előbb már foglaltam a kodot. Na végre, kapunk egy új iPad-et. Micsoda, kapsz egy iPad-et, vagy mi? Kapunk egy iPad-et, aha. Annyira jó kamójuk van, hallott, ilyen, alig lehet őket észrevenni. Ja. Nem, mert mindig azt, hogy... Hallod, 6 HP-je maradt Stálnak. Szerintem le is Stál konyhája. Ezt a Stált, ezt átsúcsorúghatom? Előre. Ki vagyok én, hogy megtiltsam? Nem lehet itt szól menni, de hogy nem. Na gyerekek. Gyerünk! Hát ez most nem lesz szerintem életem köre. Nekem eddig egyik se volt az. Azt a kurva, ezt kegyetlenül ledarált. Jó, megvan a pod, ez az. Nice. Jó, nem valami csaló. Hol van? Van izénk? Dark Vader-ünk? Vagy miért van? Van raketem. Rakit. Kis a rakit. Dark Vader. Tomó, nagyon kevés HP-d volt, hogy láttam. Igen. Leszedem. Ó, majdnem leszedtem. De hármasan remélem, hamar elérem, és akkor megveszünk cseppeket. Mi ez az Imperial Mars? Ez tudja, hogy lesz mindjárt Dark Vader amúgy. Ki követ? Én. Miért követsz? De olyan jó, azért mondom, kemójuk van. De fent van a paraszt! De senki megint, nincs itt, hogy foglalja a pontot. Megint futkorászok itt körbe-körbe, se ő senki, és figyeljetek meg, hogy mindjárt hátba lő valaki. Ah, ez nem tipikus ilyen hátba lövős játék. Ez kempelős pálya, tehát ez tény. Hát ez nagyon... Ez... Főleg, hogy arra is kell figyelni, hogy a fejed fölött mi van, ez az egyik legbonyolultabb pálya. Hát nagyon, igen. Legnehezebb. Én mentem egy kört, és mindjárt kiderül, hogy sok felett szívesen. Fú, a szakácskönyvet dugom fel a popót, bastál, barátom. Szakácskönyvet. Újjúj. Szerintem én megkerültem így az egész... Stál kapján kis... Esküszöm, nem látok enemét, hallod? Én sem, hallod? Vagy ha látok, akkor elő. Leugrott. Hogyha látok, akkor lelőhet, igen, ez így szokott lenni. Bírom, amikor így lelő valaki, és így egy fél másodperccel pont utána lövik le, és akkor egy... Váltanak, hát igen. Why not, hogy hamarabb haver?
Persze, miért is ne adná be? Nem Nexus. Ja, ja, ja. Az igen, miért is adná be? Ó, erre... Az anyád úristen, itt hogy cikázik? Jó, kapták a izét fönn, a gránátot. Fiú, kempeljük le. Se találtam. Új, annyi beakasztom itt a boldog. De, nem állj! Hogy... Ott van fönt a hajó tetején, hallod? Hajó tetején? Ja, van az a hajó, ami ott le van zuhanva. Ja, ja, arra próbáltam előbb az RPG-t felelőni. Ki RPG-ztem a gyereken? Kiről, honnan? Fönt a hajó tetején. Nem halt, milyen? Nem halt meg! Az a stárpontnál, gyerek! Pofán lőttem rá. Ha nem halt meg! Érted itt a headshot, az itt nem, mert... Hú, beakadtam. Mi? A pod. Ja, itt a pod. Beakadtam. Rohadjatok el! Megvan, ez az nice. Is dobtam gránáttal a gyereket. Tehát... Jó, a médián szartlapok. Jó, nem érek, hozom a másik fegyvert. Lezuhant itt a... Nem blaszterezünk itt. Anyádat dobáld, addig én elfoglalom, te rohadék. Nice, ez az. Hol van a pontunk? De legalább megvan. A ja, hajó látom, mellett látom. Partner startolok, jövök. Jaj, ne! Gránátokat! Sérült. Leszakadt a nullos, lába, ott nullos. Rosszulja magát! Nullos. Mikor lesznek ilyen játékok? Termál. Azt a kurva! Hallott, na jó van, takarodj már, hogy eldobja azt a szargránátot a popámba. Igen. Ő robbant, de ő nem hal meg. Bezzeg én, hogyha megdobom a fát, akkor én azonnal meghalok. Miért is ne adnál be, nem? Hát miért is? Miért is adnál be? Eddig egész közel jártam, az ott ledarálják mindenkit. Ez a... Tudod, amikor volt az a videó, Alex meg Istő, és az a büntető négy, de most... Hát ez is büntet azért egy kicsit. Ez baj ezzel a fegyverrel. Unorbi, azt láttam. De be volt, nem tudtam én kimenni. Hallod, de mögöttem! Ezt komolyan nem hiszem el, jobbra-balra megy a gyerek, úgy lő, és el se lehet találni. Én is játszom ezt, hogy mint a nyomorékok, nullos. Jobbra-balra. 30 áb, és ott van. Ha belennék magad... Az a baj, gyerekek, hogy neki sokkal jobb a kevójuk. Mert mi fehérek vagyunk, ők pedig ilyen zöld, tehát lehető legjobb álcájuk van. De! Ott van fönt a hajó tetején már megint a gyerek, hát nem igaz amúgy. Látom. Ha akkor hozok egy másik fegyvert. Látom. Én is ilyen piú-piúval jövök. Meghalt szép volt Nexus. De annyi, úgy megvan csinálva ez a mob gyerekek, hogy ez... Megint meg a szkál gyerek rohangál odafönt, nem lehet valószínű menni, vagy csak jetpackkel? Komolyan mondom most már. Úgy gyerekek, ez a Impact Grenade, ez nagyon rossz. De nem látom, oda dobja és ebből. A sötétségbe, és rángatnom kell az egeret, hogy egyáltalán tudjam, hogy hol van, hogy kielezze a hitmarker, mert nem látom. Egyébként nagyon szoktik el még ugye itt a lézerfegyvereket, tehát nem Battlefield-ben minden. Azért lehetünk, hogy... Jó, 5-1 HP-e marad, de jó. Ez egy lövéses fegyverektől már szoktam nagyon. Védjük be a cuccot, itt van! Hát ezt nem hiszem el. Ki jön mögött? No, feles, az a szép. Nexus, jövök mögötted. Lőttem a csávót. Szép. Hogy a... Hogy megvan csinálva ez a mob? Süljön ki a... Nice. Vissza, mondom vissza, nem a pisztolyra. Pisztoly jó fegyver, csak... Meg van. Na merre? Nem tudom, az előbb innen jöttek most. Erre kéne menni. Hányan nézik a live-ot, nem tudod Nexus ilyen... Előbb néztem ilyen 160, ez tök jó, 160, úgyhogy... ja. Úgyhogy mindenkinek jó szórakozást. Jó szórakozást. Tudom, ja, reméljük, hogy ti is kiégtek egy kicsit, mint mi. Ezek a kiégős live-ok, mert nem rabaszós live-ok, hanem kiégős. De kiégős, hát a gyerekek azért nem olyan egyszerű itt játszani, mint ahogy gondolnátok. Hát ez... Ez itt nem egy Call of Duty single player, hogy körbelőnek. De? Mit kaptam? De leugrott, jól van, lövöm fönt. Annyira beleolvadnak, hogy tényleg keresi a szemem, és nem látja. Fönt. Halt. Beraktam egy turretet, remélem. Ja, ne, hányan vagytok? Mögöttem. De mi nem lőtték le? 7-10, hát ez elég siralmas. Jó van, de lehetünk. Hát Victory, hát ez szép volt. Ez szép volt, Patrik. Na, 16-5.
Majdnem olyan jó voltam, mint én. Visszatérek. Én vagyok a Schwarzenegger. No. Milyen lenne egy a Jedik közül, így bedobnánk egy Terminátort? Arra hát, nem figyú, az elmetrükkök? Hát nem az, hogy elmetrük, csak ez a lézer szerintem szétvinni. Ja, tuti. Hát figyú, oké, hogy izé nem tudom milyen anyagból van, tényleg golyók nem fognak, de szerintem a lézer... Azt a T-1000-es olvadós Terminátor. Hát igen, azt már nem nagyon igen. Nem. Viszont az a baj, kollégákat. Az a baj azzal is, hogy hiába vágott ketté, akkor is, tehát ketté vágod is még össze, tehát hogy is mondjam. Mindjárt elmondom, csak mindjárt a számára jön, csak itt nézegetem. Szóval az a lényeg, hogy hiába jó, hogy újra, de simán figyú ketté vágod, ez egy rengeteg idő, míg újra így összenőtöröd. Mm. Tehát ugye a filmben is volt, hogy lőttek bele egy csomót, és tényleg idő, mire így észhez kap, mint a új Terminátornak ez a Genesis fejbe lövi azzal a hat lövetővel, tudod? És így elveszti így a jözét, és így összeesik, tudod? Tehát azért el lehet tőle futni. Maple. Lehet erre a pályára inkább a nagypapit kellett volna hozni. Jaj, ne gyerekek, ez a dropzon, ami volt a bétába. Na jó, go. Jaj, mondjuk az nem rossz pálya. Na go. Kicsit rongyosra játszottuk. Ezután mehet egy Volker a szó? De hogy van az, hogy most spawnolunk és már mögöttünk van? Hát rossz a spawn, spawn. Én tudom, csak költői kérdést teszek fel. Beakadtam meg. A pattopó tervezőknek. Próbálgatok most fegyvereket. Jó hangja van. Jó, megvan. A marhai az a szkópos kis pisztoly, jaj! Jó, de szerintem erre a pályára annyira nem. De nem igaz! Hát ezt nem hiszem. Nexus, itt lesznek föl, Nexus ott fönt. Jó, legalább megölt a gránátom, ez az. Jó, az első pontunkon szerintem buktuk. Hát, ja. Hé, mögöttem. Jó, megölt. Jövök. Lóra, igen, mögöttem is. Hallod, az már 50-es ez a gyerek, az hogy csinálta? Vagy 45-ös. Ja, azt olyan szinten lehet csak megvenni, alig lehet kocka, gyerek. Arról hagyd meg ott a gránát. Bevöldözni rá. Oh, az a homing shoot, ez micsoda amúgy? Nexus. Ez ilyen hőkövetős rakéta, nem? Ja, aha. Akkor majd én is megkövetem igen, a... Igen, a homing shoot, igen, és akkor azt... Akkor majd én is megkövetem a srác fejét egy... Bakancsa. Mögöttünk, már megint mögöttem. Kiégek. De hogy ettem mög. Hopp, megvan még egy. Új. Leszedem. Leszedik. Halott termál. Na jó nagyot szólt, hallottam. Hozzuk le. Jellegzetes hangjával. Ajajaj. Vigyázz neked szembe. Ajaj. T21, az van neked is, Nexus? Hát... Ilyen egy lövetű, egyből ölött, amúgy. Ja, igen, az. Az. Ne. Valakinek a... hogy hívják azt a bombát? Ilyen fölrobban, ha közelmész? Haj, megrátom! Hirtelen akartam mondani. A... Tudom, az a... mozgásérzékelős. Igen, cucc. Igen, az... Az... nem Ignit, hanem... Earfent Revacle. Jó, ez egy... Megvan, nice, ez az szép. Egy HP-n van, egy. Elcsipázták a pofonát. Basszus, nekem kell egy ilyen cucc innen. Médiában is úgy hívják, mi az a... Ez mondjuk, ez nem rossz. Proximity. A proxy, az. Ja, proxy, igen. Huhú, mit kaptam? Orbitál. Ugyan, és szerintem a claimre mehet is. Ja, csak dobják rám a heget. Ezt is lelőtték előlem. Kempelek most. Jön. De! Hogy van ideje? Meghalok. Láttam, hogy repül felé a granyó. 20 millió ember közül a legtávolabbit lövi ki termállal. Oké. Istenem, nagyon pekes vagyok egyébként. Azt hittem meghaltál te. Nem.
támadnak? Nullos, hallod? Hát ez hihetetlen. Nem akarnak most, nem. Én most már én is kezdek egyre jobban belelendülni. Jó, én még nem éreztem át a Battlefront érzést, hogy milyen jó győzni. Á, figyelj, játszóval ugye meg kell szokni, hogy egy kicsit elég kell ülni, amúgy rettenetesen nehéz. Már évek óta nem játszottam azért. FPS? Aha, nagyon régóta nem. Terveztem, hogy mit tudom én, Cségó vagy valami, de aztán rájöttem, hogy nem éri meg. Hát a Cségót azt főleg nem, tehát azt inkább hagyjuk meg az alacsony önbecsüléssel rendelkező orosz csalóknak, akik úgy gondolják, hogy jó csalni. Na mi van ezzel a fegyverrel? Csak én vagyok ennyire durva? Költői fenn... kérdés volt. De! Ez a kok gyerek, hallod? Nem? Kokja? Engem is lőtt, 3 HP-t hagytam neki. Hihetetlen. Az anyád úristen itt. Meg ott? Nem tudom. Nem, itt van. De! Meg ott. Hallod, körbe repül ezzel a szarral. Na, hozzuk le. Ezután melyik pálya lesz? Várom, volt ott fönt. Írta valahol, hogy melyik pálya lesz? Ó, kapta, nullas kapta. Itt van fönt. Hát addigra meg visszatöltődik a HP-em. Ujj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 j
hát... Na hát rossz. Lehetett, honnan jöttem? De nem áll, de... Na, nem raktam be a snipert, pedig akartam, néha azért lehetne kicsit csipulni. Ez a sniper az sem is nem a legjobb. Sokkal nehezebb vele játszani, mint ugye a bétába használhatott ilyen sniper volt, az elég jó volt. 8 másod, ott van, lezuhant a pod. Aha, pont itt van. Ó, hát a szabad dobtam. Basszus. Maroske, oké, okay, jó, elindítottam a podot, oké, okay, hozzuk le, nice, oké, okay. Szép pod. Titirirő. Hát csak azok igazi Star Wars hangulat, tényleg zseniális. Jó lett a játék, azt hogy mondjam. Nagyon jó lett. De ne, de! De hátulról, de! Jövök. Most az, ami engem is oldalba lőtte. George Lucasnak írok egy levelet, hogy... Kedves Lucas. Ha nem szeretné még egy Lucat, akkor javítsd ki a spawn. Hogy eldobtam ezt a heget kicsit messze. Hát az IE-nek kéne akkor írnom. Az IE-nek is ugyanúgy írok. Csak őnek is az lesz, hogy kedves Lucas. Vagy már ez az. George. Kedves George bácsi. Ha nem szeretnél még egy popójukat, akkor javítsátok ki a spawn. Köszönöm. Foglalom, megvan. Megint ilyen blastert kaptam, ez nem igaz? Utálom ebbe benne lenni, nem tudom. Na most kipróbálom. Gyűjtöm a 7000-et a gyorsabb ezére, gránát spawnra. És pont nem ér oda föl, hallod? Kiégjük ezzel, meghalok. Á, mögöttetek, hallod? Ott oldalt lenne a peremnél, jó, meghalt. Ezt a gránátot kok. De hogy van az, hogy én nem lövöm el, de ő meg ellő ugyanarról a helyről? Ezt hogy lőttem el, hallod? Te faszú, ne. Ezt hogy lőttem el? Hát nem bírt szegény átba lőni. Vannak tehetségek. Gyere Patrik, itt futok melletted. Persze. Hozzuk le. Nincsenek ezen a pályán izék, Jerry? Nincs, itt nincs, dropzonon nincs. Nincs dropzon, ja. Gamezone-on van. Még lenne egy olyan játékmód, hogy... Tudom én, Gamezone. Visszapattott a gránátom, ezt nem hiszem el. Glory Swall. Az a név. Mehetek itt egy üzenetem. Oké, okay, R2D2-t kaptam, vagy már tudod, mi ez a R4? R2D2. Na, let's go. Kicsit senki. Foglaljuk.
Jó védekeztek, hogy senki nem volt. Még utolsó lehetből eldobtam egy granyót. Hozz Pavnónak! A Tatooine-on. Vagy mi ez? Jaj, ez belső nézet, az nem érdekel. Ó, meghalt valaki. Ja, megölt a droidom, vagy mi volt? Headshot bónusz, Emán. Emán valami. Emán valami, azt hiszem. Megvan. Hát nem igaz, hogy megállom minket, aztán elviszik a illemet. Ennyi van. Ennyi, GG. Jó van. Ennyi volt a skillem. Jóban nem volt ez rossz, azért annyi. Mindenkinek megy. Jó volt. És ott leszek? Na jó, na, persze. Menjél már a francba. De mi ez a kép? De miért tesznek ilyen képet? Mindjárt ráírok, hogy létsz, és cseréld már ki. Az Iron Man-es izé, fej meg a... Star Wars keverék. Írjunk már neki, hogy figyelj, live-olunk, érted? Zavar a képet, ha nem tegyél valamivel normálisan. Cenzúrázd ki magad legközelebb. Jajaj, hát alap. Ez jó pálya, csak... Gyerekek, az a béta alatt 360 ezer XP-t szedtem össze. Most az, hogyha meg lenne gyerekek, az... Nem lenne rossz. Van ez a CA87. Azt írja, hogy maximum a damage. Ez milyen? Nexus. Na, egy picit. Micsoda? CA a fegyver. Maximum a damage viszont nagyon... Tehát a fire rate-et gondolom elég sokáig. Van ilyen. Ja, most aktiválódott 8-es szinten. Ja, ez Soti. Ja, nem, de ez a Soti. Ja, Soti, ja, tényleg. Na gyerekek, drop zone. Let's go. És most kis pisztolya. Látom, már turretet egyből észrevettem. Jó, critical assist kiégek. Ja, meg beraktam a sniper-t, hogy lehet, hogy pont ide nem kéne. Ezzel megmutatom. Á, hátulról. Hárman, négyen. Ojjaj, mi az Isten? Megvan. Megfordultam, négyen álltak mögöttem. Azt mondtam, van, hol? Hogy hátulról jönnek. Nem tudom. De visszavár. Mi ez? Miért van? Ja, aha. Ez hogy lőtt ki ilyen hamar csipába? Jó, ez leszedik. Leszedik. Hova tűnt a másik kártyán? Ezt mi kettőt kicserélte? Hadat tudom használni hogy én... a te, a partneremnek a kártyáit tudom használni. Tomó, nem menj, Tomó! Meghaltam. Hadat tudom használni a kártyáidat. Tényleg? Te használsz, igen, a partner kártyáit tud lehet használni. LOL! Azzal megyek, amivel te. Na, király. Mi ez a pisztoly, ez mi ez a hármas? Na most ne szorokhoz, hogy itt harcolunk már. Mindenketten csináltak egy külön-külön konfigot, és akkor lehet... De! De homo! Már elmentek a picsába. Hallod? Megöltem magam, hallod? Ugye se elgrána. Velem is előfordul. Hát elő. Előferdül. Most én direkt beraktam a második kártyába, hogy legyen egy sniperes változat, hogy tudjak a kettő között váltani. Erre az első eltűnt. Pedig pont most kéne a gránátom. Lol. Nem hiszem el. Ki égek. Ki égek. Idekint meg most kire lőjek ezen a területen. Kire sniperezzem. Lol, a gyerek itt eljött van. Mellettem, hallod? Enemy alatt eljött. Jó. Jó hangja van a fagyónak. Kapták ugye az? Kapták. Védjük be. De ha... Ó, jaj, tört mögöttem. Az elszállt. Megvan, nice, ez az. Van még fönt. Jó kis camp helyemről kiszedtek. Pedig olyan jót kempeltem az én az 1000 éves solymon. Megvan. Fönt még van egy ketten, megint ketten vannak a tetőn, hát nem hiszem el. Orbitál. De... Aha, orbitál izi tetejére, az igen. Na szép. Hallod a gyerek balra, jobbra, és mint hogyha kivédeni az összes lövést. De ez...
magától ellövi egyébként a sniper, hogyha... kint balra kettem. Nem hiszem el, kritikál kilasszis 100. Gyerekek, beltére az a shoti nagyon durva. Na, hát megyek egy kört vele mindjárt. A poén kedvéért. Itt a pod. Megyek, fogom. Szedd le. Hoppa, valaki. Fönt a tetőn, meghalt. Szedd le, ez az. Onnan jönnek, ahonnan mi jöttünk az előbb, amúgy csak szólok. Na most helyet cseréltünk, ja. Na persze, hogy egy felakad valamibe. Előttök. Hát tudok itt menni. Nagy nehezen. Töltődj. Ott lesz egy Nexus, figyelj. Megvan. Na, ez szép. Még egy. Hogy tudsz azzal lőni? Hát így. Dave Norby. 1000 éves sólyom. De hát ez nem is sólyom, ez egy űrhajó. Ez egy acél sólyom. Nem látod, nem ismered fel a madár formát? De? Ez akkor... annyira egyértelmű. Engedj szerintem. Már föl a lépcsőn. Itt van. Hú, nekem kell egy cucc. Oké, orbitál, nice. Bármi gáz van, rájuk nyomom. Na nem mondod komolyan, hát ott lőttem szarrá. miért is adnál be? A cégeres közepébe hát csúri gyerek. Nexus, miért is adnál be? Ez az. Ja, miért is menne be? Ez az. Ez is mi? Hát gyerek meg pattog itt, mint a nikkelbólva. Mi a hely? Halo. Hát nem igaz, hogy nem látok enemit. Van a sniperem? Orbitált, nem tudom hová. Magától ellőtte megint sajnos. Pont nyomtam volna az orbitált, azt a mindenit. De megmarad. Jó, tudom. Lerobbant a... leégett a szemüldökön, valaki elég közel dobott egy gránátot. Hoppá, azt meg így el is kaptam, így belefejeltem. Jó, halad, senki nem van az orbitálomtól. Jó. Leszettek az a GG. Kettő hatost ad, gyerekek, úgy érzem, hogy most megy. Hát én is nagyon béna vagyok. Hát ez, gyerekek, ezt még rengeteget kell gyakorolni ahhoz, hogy... jó legyen, ja? Megvan. Ne, enyém! Nem áll. Hogy nezem feljutok. Meg én honnan a picsából lőnek, halad? Komolyan mondom, hogy nem találom a helyemet. Úgy gyerekek, jó? Jó az a pálya, úgy érzem. Na, nem rossz. Persze, hogy a gránát CD-n van, mikor kéne. Anyád, 3 gránátot dobott! Bedobott. Ez mi? Valami berics? Aha, ez egy ilyen izé, cucc. Olyan, mint amit a lépegető tud, mint az egyeseknél, az, hogy így szórja így a gránátokat, 3 darabot ide cseszett nekem. Kedves. Nem sosincsen gránátom amúgy. Ez megvan és meg is nyerjük. Ez mit makkolt ez a gyerek, hallod? És még lelő egy harmadik embert is, vicc. Nem meg azt, nem látok enemit, hallod? Nem. Borzasztó szast adom. Az a baj, mindig védem ezt a pódot, és közben elég csak fregre kéne menni. Nem látok hát enemit. Hát mondjuk a pód fele kéne, hogy normál esetben legyenek az emberek. Trabzon ennyi. Master. Kaptam egy ilyen. Aha. Én is, jó. Hát 3-6. Oh, gyerekek, jöttem. Hopp, és tatom van. Jéééé! Yeah! Olyan.
Pozitív, ez a harmadik pozitív statom a játék során. Ne, nem már, legalább a... felkerültettem volna egyszer, és kiscreenelem azért. Az előző meccsen is valaki 3x3 volt azért. Tényleg? Aha, hát az az Iron Man-es pont beszéltük. Ja. Azt mondja, hát... egy szintet kell fejlődnem a jetpackig. Let's go, let's go. Na gyerekek, hát nem kaptam túl sok pontot. Váltson game módot? Valkra szólt szerintem, mert... Ja. Akkor leave? Aha, jaj, jaj. Amit látjátok, van itt Drop Zone, Cargo, Blast, Super Race, Walker Assault. Ó, nem kaptam semmit. Walker Assault akkor? Mert, jaj, jaj. Csak ne az a havaspálya legyen meg hossza, akkor szerintem kilépünk, azon már annyit játszottunk. Á, jó, 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 az. Na, csapassuk. Tornexus, na, zabáljunk. Így van, rá. Jaj, szóljatok, hogy elindítottátok, hát, basszus. Hát, okay. Norvég. Elindítottuk. Jó, jó. Ah, már már megyünk. Nem kell semmire. Persze. Három player kell mégis indul. Egy. Oké. Okay. Azt ott elég balszeró gyerekek, hihetetlen. Ez az! Ezen a pályán még nem voltam. Ez a pálya, ez egyszerre jó és rossz. Rossz, igen. Szép is, de egy undorító, mert nem lát semmit. Mi történt a kártyáimmal? Az a baj, hogy... Ugye nem akarom hozni a DH17-et, mert nagyon... Nagyon kaki a range-e. Mert van ez az E11, az nem jó. Meg tudom venni ezt a shotit, de nem. Nem érdekel, mi van. Ennek a DH-nek mennyi a range-e? Nem áll kevesebb, mint a... LOL. A DH-nak figyeld azért a range-ét, ugye az RT97C-hez. Sokkal kevesebb távolabbra, nagyon rossz. Ez jó távolra, csak... Csak ez viszont nagyon szor. Hát igen, valamit valamiért, hogy ott szólod a... Jó közelharcra. Mármint közelharcra másik is, csak hogyha nagyon mellé találsz, akkor nagyon ciki van. Hú gyerekek, hát egyből 40 FPS. Raktam okay. Be a shot itt az előzőbe. Ugye az a lényeg, hogy most foglalni kell ezeket a uplinkeket, mert ugye lépegetők jönnek. Na, jó, kezdődjön csak. És akkor, na gyerekek, hajrá. Hát ez skin szenvedés lesz, de... Mi a... Nem baj. Na, azt hittem már lelőnek. Egyszer talán lesz egy jó körünk. Na hát reméljük, hogy most majd. Az a baj, még annyira nem vagyok átszellemülve ez a játékhoz. Kicsit még annyira kell szoknom. Honnan? Ja, csipa. Pedig dobtam gránátot. Ne, orbitálsz! Hú, gyerekek, ez... Ez nehéz lesz. Milyen szar volt? Gyerek! Milyen fő se fogtam, mi történt, tehát két ember állt velem háttal, mert hitre szembe valaki így pofán vágott. Bement a uplinkhez a gyerek, tudja kapcsolni. Dobtam proximity-t oda. Jön a lépegető. Igen. Mindig elfelejtem, hogy ne lőjek a lépegetőre, mert semmit nem ér. Oj, de tudtam, gyerekek, így legyen ötösöm a lottón, kinyílt az ajtó, és velem szembe ketten álltak. Nem hiszem el, nem. Na lépegető. Azért mondjuk a gránátot, ketten jönnek, itt sokan jönnek, itt sokan jönnek. Ah, hátba lőttek. Nem tudom, mi van, lőni se tudok, úgy látszik. Hát, nem vagy vele egyedül. Meg kell szokni. Megtalál valaki, vigyázz, most is valaki. Kinyírt a proximitem, ez az, megvan, nice. De mi? A hősök be tudnak lőni a pajzsal? Ez mi volt? Ha termál, kinyírt mindenkit, hallod, bedobta a gyerek. A gránátot be tudod dobni a pajzsal. Hallod, nem az, de a termál, ugye kis helységben vagyunk, és az ugye a hatósugaras megnő, és mindenkit megölt van, négy embert. Jó van, hát én most átváltottam shotgunra. Ugye azt, hogy messzire nem fog tudni lőni. Hajrás, kacok. Itt kempel a gyerek, hallott, itt hihetetlen. Lépegető! Menjél, Patrik. Amikor nem megy a játék, akkor át kell váltani shotgunra, az kész.
Én a tiéd oda megyek a lépegetőhöz. Hello, szavasz. Gyere is. De... De és egyből lépegető. Lépett, tudtam, hogy a gyerek azt sem tudja, mit csinál azon a szarra, és még így eltapos. Kezdők szerencséje, tudod. Én meg olyan spam kapok, hogy bele. Hallod? Respawnolok, egyből megöl a lépegető. 7 métert, úgyhogy skacok, aki nem nagyon van így otthon FPS, szerintem az ne vegye meg, mert az rage-elni fog szerintem csak. Ja, mint például én, úgyhogy. De engem nem érdekel, hát nem. Hát aki mondjuk abszolút nem vágja ezeket, nem éri meg, mert van, hiszen... Ja, nekem rettentő nehéz. Ami után leginkább nem érdeklődök, az a statom, most kurvára nem érdekel, mert ez van vicc, amit megy. Még a shotgunnal se tudom előni a gyereket, tehát komolyan mondom, kiégek magamtól, itt állok vele szembe. De... Hallod? De nem mond már... Termától, hogy hallottam. Néha olyanok vannak, hallod, hogy kilépek a szikla mögül, és a gyerek leszkópoz a francból, mit... Az a Krauser. Nézd mi azt a statot. Nem mond már nekem, hogy nem cheat-el, vagy mit tudom én. Hallod, kilépek a folyosóba, hogy fa mögül, és paf, le vagyok lőve. Oké. Hát akkor akkor az aim, persze. Oké, rendben. És megint csipa, érted? Jó. Bár lehet, hogy ampró, de... Persze, és akkor utána mutatja azért a karaktert, és akkor a képernyőmön, ugye azért Boba Fett. Tekintélyes 27 szolos monitorom van, és nem nagyobb a karaktere 1 centinél a képernyőmön. Jó, biztos, hogy olyan távolságból, így kapásból leszed, de... Hát igen, csarók azok, hát nem tudom mennyire. Vannak minden esetben a... Maradjunk annyiba. Jó, hát... Igazán megrohadhatnának. Ez ahol... Ez... Nem tudom, ez a gincsás pályák, hogy nekem nem mennek. Hát ez szerintem az egyik legnehezebb pályám, hogy... Ez is mi? De érted, elkezdem lőni az ellenfelt és Boba Fett 80.000 kilométerről egy hitel. Lelő. Aha. Az. Ez volt. Hát gyerekek. Az. Mert ő a Boba Fett, tudod? Boba Dick Fett. Vagy... Az. Dickhead. Boba Dickhead. Azaz, Boba Dickhead, ja. Jó, skocok, itt nem tudom, mi lesz, de... Mondanám neki, hogy Boba, edd ki a vetést. Egyik fegyver egyébként nagyobb szar, mint a másik. Ez mi? Hallod? De, jó, oké. Figyelj, ott repked a levegőben, egyszer sem találom el, rám néz, két lövésből kilő. Persze, rendben. Boba, anyád szüljön süt, jó? Hát... De... Megint, hallod? Boba Fett nyílt ki. Nem már, Tomó, nézd már, ezért az a Shirano FP, meg az a Krauser, nem mondd már, hogy neked. 39-1, hát lehet, hogy végig lépegetőbb van, nem? Nem tudom. Ah, végig Boba Fett. Lehet lőni gyerekek. Az a gyerek, az Boba Fett ezik egész végig, de hát hagyjuk végig már, Boba hogy azért fettezik. Nem igaz, hogy nem lehet lelőni. Egyébként szerintem ez a Boba Fett az egyik legópébb karakter. Most Jediket leszámítva azért nagyon erős, ettől függetlenül. Valaki valami RPG-vel ki kéne szedni a lépegetőt. Jaj, az a baj, nincs. Kurva magasról áll, hogy tudod, valaki jól tud lőni, így mozgás. Jaj, ne. Orbitál, ilyen látom. Fuss. Úgy gyerekek, ez... Oda dobtam rá a gránátot, de hát minek, azt nem tudom, mert meg... Na takarodj már a lépegetővel. Tobias, te pattopó. Jó, igen. Igen, úgy gyerekek, okay. Ez a Shinano, vele, ő az első? 46-1-el, egyébként ő lehet Boba egy csal, tényleg? Boba Fett-tel van végig. De, Tom, nem, a Shinano nem. De, előbb a Shinano, de... Ki. De ta... Oké, az csal az a gyerek, ezt most vettem föl, ez biztos, hogy csal. Ott repked a levegőbe a gyerek, ez 100%-os csaló. És repked a levegőbe, és egy hitel, igen, érted? Egy hitel folyamatosan. Ez tuti, hogy csaló. Ez tuti, hogy csaló. Ez 1000%, ez most látszott. Melyik? Shinano? Nekem igen, is. Igen, aki náluk az első. Nexus, én is ki tudnám emelni, hogy hol nyírt ki. Szerintem ki is fogom lassítani majd. Nekem kicsit gyakorlom a vágást, meg ilyen effektezés. Ez 1000%. Hogy csaló. Ezt hát, mindenki látta látva, hogy mit kaptam. Kidugtam a fejemet a fa mögül, és azonnal kaptam az egy hit. Most is. Ennyi. Most hát is, én is. Igen, én is. Ennyi. Jó, mindegy. Keresünk másikat ezután, jó? Okay. Nem akarok vele. De őszintén, ennek mi értelme? Semmi értelme ennek, nincsen. Ennek örömét leli abban, hogy jó, akkor csak mozogni kell a karakterrel. De ő azt hiszi, hogy ez jó, hogy ettől jó lesz. Figyeljétek, 53-1 és csak növekszik.
Adjuk, tehát ez, ő azt hiszi, hogy ettől jó lesz, de pont az, hogy ő béna is, az egy csalt. 10 000 pontja van, 10 000. És ráadásul olyan karakterrel van, amivel a legkönnyebb ülni, úgyhogy a levegőbe azt se látjuk, hogy hol van, és osztja a fejeseket. És még eleve, ja, itt össze-vissza lehet, ugye. Jaj, meg fogok halni, jó nem. Nyugodtan mindenki visszatekereti ezt a részt, azt, én ezt meg is fogom írni utólag, és szerintem meg is fogom küldeni a dátusokat, hogy lesz. Van már a picsába. Vagy, vehicle turret. De Lof HP-val túléli, nem hiszem el. Megvan, egy megvan. Kaptam. Az ember, hogy azért mindig lelövi levegőből. Én azt hittem, hogy azért, mert első másodjára meg azt mondja az ember, hogy jó, hát akkor... Ja, most is halott, kaptam egy fejest a levegőből. Ah. 50 HP-n van. Én hogyha 56 hétvégén, én a hétvégén live-olni fogok, akkor nem hiszem. Ó, oh, jaj. Bocs, ujjúj, ezt elfelejtettem. Bocs. Nyugodtan. Nem. Tomi, ha nézd a live-ot, ne most keres, jó? Megvan. Éppen kiszedtem a granyóval a hülye gyereket. Várjátok, felveszem. Lépegető, azt nem hiszem el. Szánalmas egyébként, amikor valaki... Gyerekek, én nem tudom, hogy nézők között is volt-e valaki, aki így csalt. De... Egy megvan. Hú, meghalok. Tegye föl magának a kérdés, hogy ebben mi a jó. Azt, hogy másik játéket elrontom, egyértelmű. Figyázz, lépegető. Hát ez no comment. Az hogy került ide ez a gyerekem is? 59-1, hát igen, az... Nem baj, ezt el fogom küldeni minden esetre e-mailbe, de ezt a soknak ezt mondják. Ezt szerintem mondjuk sokáig nem fogja húzni, mert ez van nem, és persze, nyilvánvaló, hogy csalj, én ezt most elküldöm, hogy ez mi. Figyú, látják, hogy a, mennyi a pontossága, tudod? Hány töltényet talál, tudod? Ja, az uplink az itt van fent, az úgy jó lesz. Most kéne sorig. Úgy, gyerekek. Na, itt vagyok, jó van, ezt is lebeszéltem gyors. Ú, ott lent kempernek az ilyen. Engedj be! Hát gyerekek, ez van sajnos, csaló az... Na persze, hogy kilőd le, hát tudod, tudod mi a poén, hogy nincs 24 órája kint a játék. Everywhere. És már de mi... rossz. De én megveszi 60 euróért és utána lebannolják egyből, akkor miért nem volt megvanni, tehát... Ez... Ott van. Jó, azt mondja, hogy jó, so close. Oké, okay, érted, az AT-AT-ből így... Jó. Hát... Biztos, hogy pont meglátott azon a szűkrésen két fal között. Ujjjjj. Orbitálsz legközepébe állok, úgyhogy én már halott vagyok. Fönn vannak a lép birodalmiak a... Hú, meghaltam. Ja, AT-AT. Szináró effekt. Találjátok, ki volt fent az uplinknél. Hát ki az, aki meg tudja közelíteni ilyen tűzhazba? Hát persze, hogy egy csaló, mert hát megy azt halomra lő mindenkit. Hát 72, 73, 72. De az is ott fent mit keres? Eddig nem volt itt sehol. Na, mindegy. Azért mondom, aki csal, én azt... Annyira megverném szerintem, hogy mondjuk utána már szerintem csalni se tudnom, annyit kapna. Ne már eljön innen! Ott áll gyerek a pajzs mögött, ott jó, lehiteltem a lépegetőt, mindjárt meg kapott hátul egy ezért. Rány, dobtam egy termál, de hát átsétáltam. Ennyi, szevasz. Hát, hátulról kapott egyet ezért. Halljátok, mindjárt lehet lőni az AT-ket. Készüljetek. Föntről. Meghalok. Nem tudom, mi lő rám, de... Mennyi már, hogy a gyerek lövi az a szar AT-vel a fát, azt meghalok. Jön valami airstrike. Boba Fett. Remélem nem a gyerek a Boba Fett, mert akkor én tökön de szúrom magam. De ő az. De szerint meghalt már az? Fogadni, nem, meghalt, de most megint ő jön. Fogadni merek, hogy a cheat még azt is megmutatja, hogy hol vannak ezek a szarok, persze, amiket föl kell menni. Hogy még véletlenül se roncsa a játék élményt, hogy azért tudjon a hírókkal játszani. Persze. Mert csóri gyerek egyébként alapból... Amilyen bal jó, két jó, balkezes oké, se tudnánk közelíteni. Persze. Így nagyon rossz, így nem lehet játszani egy játékkal. Az ilyet kikötözném a székhez, azt
éjes kisborjút kötnék oda a cerkára, azt... azt mondanám kisborjúnak, hogy egyé még jól nem laksz, azt... Utána minden többet nem kérné, hogy cerkáját nő. Istenem, nem tud célozni. Viszont fölidegesített az a csaló, nyomorék. Dobálom rá, ez egy gránátokat ja, a szobszra. Mindjárt lejár. Egyébként itt csak egy lépegető van, csak szólok. De az a baj utolsóra, hát az a baj itt elejének jó. Mit keres itt ez a gyerek? Codecamp-ben, hát én nem értem. Megint a gyerek. Én is megtehetném, hogy most bekempelek egy bukorba. De hát minek? Minek? Azért vagyok fönt játékkal játszok. Hoppá, micsoda szerkezet. Na igen, ezzel törtem össze magam egyszer. Még szépen. 95-2. Na hát ez tudod kinek mesélt be, hallod? Mi? Tomó, jövök mögötted. Hagyjon meg az ilyen. Jó, lépegető! Lépegető balról. Megint a sináról, ki más? Jó, sem adjatok valamit. De... Mesztek, most az a durva. Mesztek. Beírnék egy nagyon ronda dolgot, hogy mi legyen. Amit szoktak csőbe is, a getes. De inkább nem írom be. Rosszat azért ennyire nem kívánok neki. De azért reméljük kap egy beöntést. Ja, és kérdezik tőle, hogy van-e életed? Nem, van-e modod? Hát, egyértelmű, hogy csaló, hát... Nekem senki nem mondja, hogy ez tiszta. Hogy kell így? Hát látszik, hát most a live-on is volt, bárki megnézi, ott volt. Tehát olyan izét lövést kaptam, látszott, hogy a gyerek 90 fokba rám rántja a fegyvert a levegőbe, és azonnal meghaltam, de... Kár, hogy live-nek ennek a részének sajnos egy ilyen nyomorék cheaterről kell szólnia, de legalább most mindenki látja, hogy egyik játék sem mentes ez alól, hogy... Nem, abszolút nem. Cheater ne tudjon beférkőzni. Egyébként pont valaki írta a kommentbe, hogy pont írta valaki kommentbe, hogy pont azzal, hogy ilyen szerverek vannak, és nem pedig böngészőből külön szerverek adminokkal külön, hogy ez tényleg a cheaterek melegágya. Valaki írta a kommentbe, a Star Wars-os blog alatt, és szerintem ez teljesen igaz. Az a baj, hogy akkor most valamit valamit, tehát én szerintem az a... Írják, hogy report, de hogy? Na. Még hogyha... Jó. Ó, ne! Persze, amúgy Nexus megy elő, és engem lőnek le. Nexuson ilyen... Utálni, Pruda. Ugye, engem is lelőttek, csak egy kis idő kellett hozzá még. Oké, kettőt kinyírtam. De... Persze. Italuk, ez az. Jó. Nem, mint a sokra mennénk, mindjárt Boba Fett kétszer fejbe lövi RPG-vel. Az a durva, akkor lenne durva, hogyha ha nyernénk, hogyha nyerjük meg, halljátok, nyerjük meg. Hol van a izé? Mi az Isten? Gyerek balról, a partról, ott izé. Lelőttem, igen, van ott még egy. Igen, van még. 122-2, tehát hogyha valaki akármilyen pro, azért ilyen statot, ilyen körülmények között nem lehet összehozni szerintem. Nem lehet. Csak akkor, hogyha nagyon profi vagy és mondjuk van egyszer ez kis szerencséd. Csak akkor, ú, de szép így van. Még akkor sem, mert még a Tourette-ből is egy pillanat alatt kiszokták szedni az embert, mert azért odafigyelnek rá. Szóval nem akarom elhinni, hogy ez vicc. Én szedtem össze olyan statot, hogy... De már írják is, ott van. Oké, Boba Fett, egyben. Írják is, látják, hogy csaló. Mindenkinek egyértelmű. Csúsz hizé, hát, meg his profile. Oké, és akkor azt mondom, hogy ez, ja, scoreboard, choose his name, és akkor itt van felhasználó jelentése, csalás játékban, benyújtás. Ennyi. Hol reportoltad? Megnyomod az esket, ott van egy scoreboard, megint. Rányomsz okay. A nevére, köszönöm. És akkor ott van egy report. Hogy ugye, ha angol ugye report, hogyha magyar, akkor fel. Jó, oké. Okay. Felhasználó jelentése. Szedjük ki ezt a lépegetőt? Van termálom. Hogy? De kilő ez a mocsok a gépből. De! Hm.
Mi a helyzet itt? Oké, egyet kiszedtem, itt volt még a ponton. E-mailt is kapsz az EA-t, hogyha reportolsz. Au. Megint itt van, oké. De ez... Ah, megint kinyírt, jó? Jaj, gyerekek, ez... Azért is érdekes volt, a gyerek ez is rám fordult, de egy lövés. Jó. Oké. Azért egy löveti fegyverre, persze. Nyomorék csalója, most kitakarított ott az uplinket, aztán most megint úgy fogják befoglalni, mint a többit is egyébként. Ennyit érnek. Oké, okay, hát ez... Tudjátok, az is a baj, hogy azok is, akik játszanak, azok se tesznek ellene semmit. Hát, mert úgy vannak, hát mi legalább nyerünk. Legalább nyerünk. Persze. De most az, hogy lehozza a játékot, abban most ez... Ez élménye van? Jó, azt tudom. Antól még neki nem lesz több pontja, mondjuk kap a győzelemért, megint, és mit tudom én, 100 ezred, pontot. Ezer a győz. Akkor ezred, na hát akkor... Killed by vele. Speeder bike, az hogy? Hogy ölt meg a speeder bocs, bike? Bocs, kacik, hogy ezt írom, nem szoktam ilyet, de na, most nem főhúzott. Jó, én nem is láttam, jó? Bocs, kacok, én nem szoktam ilyet kívánni senkinek, de... Ezt vagyok mérve. Nekem nem érdek, hát dögölj meg, baj, ott hadd csalóan. Oda mész, nem tudsz eljutni a ponthoz, mert halott vagy egyből előtt. Azt írja, hogy jelsz, hát igen. Reportolom én is. Egyébként el tudom képzelni egy ilyen 50 kilós, akinek soha nem volt csaja meg élete, szerintem sok most itt akar valamit mutatni. És egy ilyen színszes csaj profilképe van, hát én kiégek. Hát... De reportoltam én is. Hogy kell? Hogy kell? Escape scoreboard rákattint össze a nevére és akkor ott. Ennyit azért én is... Öripont. Kaphatjam. Méteres, okay. Kereszt. Figyó, biztos összekönd akkor. Jó, hogy a riportot ott azt... van fent. Hát... Lők azt a izét szartat fönn. Jó, meghaltam. Jaj. Ez úgyse lesz már megszállt. Él még az a cheater? De jó, hogy pont így van. Él kétszer halt meg és 163 killja van. Nem lesz meg, ez a baj, nem lesz. 163 kill, érted? Köszönöm addig rakétát, hogy valami meg is de. Jó, mert... A lábát tudom lőni, de az is valami... Ennyi. ...dimidzset tudtam csinálni, mindegy, rohadjon meg ez a gyerek. Az 32.000 pont. 166.2, igen. Really? Én is második lettem, hogy lehetett. Gratulálok, nagyon ügyes vagy, legalább itt láthatsz egy csajt, nagyon ügyes vagy, legalább itt lásd, mert az életben nem fogsz ilyen csajt látni. Szerintem erre is verik ki erre a képre, jó? Szerintem is. Fú, az én ember gyerekek, most nem, biztos nem maradok még tőlem, de úgy megverném, mint a lovat. Agyon verném, ameddig lélegzik. Én mondom, hogy rákötnék a péniszére egy éhes belőt, ezt szopja, addig még jól nem fogjuk hallani. Jóan. Az igen. Akkor leave-eljünk innen, nem akarok valamit. Hát gyerekek, és érted, és egy ember jön egy ilyen agyatlan élettelen, és elrontja 39 ember játékát, aki játszik mellette egy csodába. Ott volt még a haverja is, az is szerintem közel. Szerintem csak azt lekapcsoltam, mert feltűnő. Azt tudod, ő örült, hogy hát nem biztos, hogy csalt, szerintem van egy ilyen hülye haverja, aki balfasz, nem tud játszani. Be, hát muszáj tudod, hát hogyha béna vagy, akkor muszáj kompenzálni, tudod. Ezért van ugye a farokhosszabbítás meg. A többi minden dolog. Hát figyelj, nem baj, hát. Ja, figyelj, Volker Assault volt. Mit toljunk? Mit nem játszottunk még? Droid Rant játszottunk? Nem játszottunk? Nem, az is ilyen Capture the Flag. Fighter Squadron, az nem is tudom micsoda. Volker Assault, Cargo sem próbáltuk még. Esetleg van ez a TDM-es, az a Blast. Mehet. Tőlem mehet. Jó. Ezért a Cargo sem próbáltuk még. Kargót? Ja, itt van Steal Your Enemy Cargo while protecting your own. Tényleg ezt megnézhetnénk, ezt még nem is játszottuk szerintem ezt a játékot. Melyiket kargót? Valamit ugye egyik csapatnak védeni kell, másiknak meg elvenni. Vinni, igen. Ki se próbáltuk, mióta játszunk. Ilyen játékmód azértben valami most jött, hát most jön még csak zárt beta van. A... Segítsetek már, Blizzardos, nem, de Blizzardos. A Overwatch. Abban ja. Van még ilyen fajta ezért. Az se lesz Norbi? Ja, elfogadtam. Rebellisek vagyunk.
Látjátok, ott van a másik oldalt, és le vannak foglalva slotok. Szerintem az bug. Az bug? Na, én nem látom. Nem látom. Látom a színeket. Szerintem az bug. Infamous Asian. Hát... Jó, gyerekek. És így elindul? Hát nincs is ne szórakozz. Hát én ezt nem minek hiszem az? El. Nexus, hát tényleg. Igaz, ilyen kísérgetős játék lett, csak egy végig kísérjük, és akkor egy. Nem egyébként jó, most... Lépjünk, jó? Ne, nem, jó, lépjünk. Na, senki nem volt, de én elindul, és addig, most hát később elindul, hogyha betölt. Ja, csak várhatunk, még megtelik. Na, itt van, itt vannak emberek, ez jobb. Na. És mindjárt bedobja, hogy hívták a gyökeret? Nem tudom, de inkább nem Sináró, is. Sináró. Azaz. Bedobja, és akkor GG. Jaj, gyerekek! Nem tudom, hogy biztos, hogyha tényleg valakinek erre volt kedve, hogy erre csesszen el 15 ezeret, akkor... Persze, hát akkor gratulálom neki. Miért nem menti el nekem ezt? Hú, gyerekek, shotgun? Hát nem tudom, inkább gyűjtök, nem? Erre a pályára inkább... Hú, van shotgun, meg tudom már venni. Hát, de szerintem... Jó lesz ez. Várjatok, azt mondja, hogy hand, igen. Jó, itt vannak a kártyák. Na, akkor csapassuk. Na, nézzük. Itt van Kotival meg kezdek. Kárgó. Na. Azt mondja, hogy... Ezt is respawnolunk. Te hülye vagyok, hát nem is shotgun kellett volna hozni. Én kis pinyót hoztam. Én hoztam a nagypapit. Lézer... Bocsánat, ez nem nagypapi, ez lézerpapi. Lézerpapi? Miha? Mit két grabbelni? Miha az hal? Patrik, mi ez? Fogd. Valamit meg kell. Fogd meg. Na, már fölvettem a hátamra, beszarok. LOL! De, nem áll. De! Tököm, köcsög előrendelő. Az baj, shotim van. Vagy na. Ezt tudjátok, hogy mi? Ezt nem más, mint egy capture the flag. Kérlek szépen. Hát olyasmi, igen, csak ugye ez a meg is el kell, várj, és Nexus, meg kell várj. Tartani. Várj, várj meg minket, hogy inkább én halljak meg. Ezt hozzad. Oda kell átvinni, 97. Aha, ez jó pálya. Ez egy ilyen szimmetrikus pálya, és akkor ugyanaz mindkét oldal. Persze. Ha. Szerintem ez meg lesz, ha így haladunk. Gyere. Minket, ilyenket kempelik. Elvileg tiszta, gyere. Itt hátul, gyere hátul. Na, tisztának mivel, tűnik. Egyébként mégse erre a pályának. Tiszta. Ez az király, szép. Könnyű volt. Tő. Azt a kurva. Oh. Azt miért dobták oda be? Senki nem volt ott. Nem tudom, valami hülye elém dobott egy termált. Jön be a hideg levegő, mi nem csinálom be az ajtót. Megy a fűtés. Szok lesz a gázszámla. Bunkul leszek, de mindjárt valakit RPG-be kiszedek. Van bocsi. Egyébként, aki... Arra gogy. Várj, figyeld, megy, de lerakom az infancitatot, ha esetleg valakit. Lol. Á, vigyázz mögötted. Ketten. Gránát. Hallod, nem mondod, hogy... Kétszer telébe lőttem Sotival 2 méterről, és túlélte. Ez komoly, tehát hát még eszembe nem volt, hogy megforduljak, mert tudtam, hogy bele kéne halnia. Tudtad, hogy bele kell? Hát nem hal bele, hogyha fél méterről mellő. Tomo, gyere vissza. Nagyon sokan vannak itt, hárman vannak. Oda csesztem egy gránát. Anyádat! Hogy pattant vissza az a gránát? Á, lett. Nem, letunk, de ez mekkora megalázás letunkolni valakit, fú, de utálom. Letunkolni? Aha, letolta a torkomon a puskatust. Ja, úgy letunkolni, jó van. Aha. Itt van a csávó hozzá. Jó, látom. De az a baj, előttől kéne mennünk. Próbálok, de tudjátok mi a baj? Menni. Nincs a helyén a miénk se. Lelődik egyből visszateleportál, vagy föl kell, hogy vegyék? Föl kell, hogy vegyék, szerintem.
Nem, szerintem az teleportál, csak ezt a cuccot kell. Oké, megvan, megvan, megvan. Ezt is rá kell kattintaniuk attól függetlenül. De amúgy ezek tudják, hogy ez a játékmód miről szól, mert nem igazán. Nem hiszem, nem hiszem. Szerintem se sokan nem tudják, csak fogd van írva egy grab. LOL! Csak halljátok, mi ez már itt? De durva. Úgy láttátok, hogy valaki résnyire nyitva itt az ablakot? Hol, így? Basszus, megijesztett. Ja? Hogy ablakot az ajtót? Tudom, mit beszélek. Ujj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 j
rá ez a rakétavető. Azért megpróbáltam, de azért kritikál kill-assistet megkaptam. Gyertek, hozom. Heavy blaster, próbáljuk ki. Elvitték egy zenket? Nem van, tudom. Nálam van. De ők is ellopták a miénket. Viszik. Valószínű. Jó, meghalt. Okay. Itt hozzák. De azért nem tudják letenni, ameddig ez nálunk van, nem? Úgy működik, mint... Mi az Isten? Leraktam. Leraktad? Hát azt mír. Jó, megvan egy. Megvan még egy, nice. Hagyok itt nekik ilyen robotokat. Robotokat? Nincs. Milyen robot? Terminátor? Hello, anyádat! Baj, milyen öltöző kiírta, van itt, hallod? Itt a... Leilának ott volt a... Ne halljon bele a... Oh. Új. Jaj, nem nincsen gránátom. Megvan. Ki lesz újra. Jó, oké. Okay. Nem jó, ez a blaster, ez nem jó ide. Ott van. Meghaltam. Nem. Az a baromi nagy fegyver, ami majdnem akkora, mint a karakterem. Gyere, ja. Patrik, gyere. Menjünk. Smart izé. Leütöttem a gyereket. Tomo, vigyázz, balra, beült a gépágyúhoz, balra neked. Nem látott téged, hátba tudod lőni. Látom. Nem tudok partnás tartani. Jó, hát, basszus. Belőttem? Megvan. Két HP-ja maradt, hallod? Kettő. Mindegy, váltok pisztolyra. A kis robot. Köcsög robot. De mi nem hol meg a gránátba? Vannak ilyen tehetségek, akik nem halnak ám bele csak úgy mindenbe. Miért is halna bele, tudod? Tudod, 3 gránátot adottam, és akkor milyen túléri? Na, legalább meghaltak. Megvan. Hadd Nexus, miért is halna bele? Hát nem ér. Nem érne. Hozom a cuccot. Okay. Na takarodj már, hogy képes egy 1 méterre elő RPG-vel ez a hülye. Fedez, mögöttünk vannak, tudom. Termál. Nagyon nice. Tudok akkor nekik valamit. Fedezzé, more! Gyere, drága barátom, hogy te hozod a rísztáskádat? Hozom az izé vasat, majd fedezzé ma. Gyerekek, baj van, lelőttek ezt. Utolsó pillanatban, nem kellett volna sok. Ja. Azt hittem, hogy meghal a gyerek, már váltottam volna a targetet. Gyerünk még. Ott táska! Csak föl kell venni és oda kell vinni. Tudom, jövök. Megvan. Mennyit kell? 10-et vagy ennyit kell szügyíteni? Hát vagy ha az időjárás. Ja, 10-et, igen, ott van 7x3. Na 10 akkor. Ilyen gránát háború lett itt most. Igen. Mert Tomó, lerakok egy izét a... Hold a zászlónkhoz, lerakok egy proxit. Jó, oké. Let's go, my friend. Ja, nincsen ez gránátom. Mekkora trollkodás, megpróbálja felvenni és... Én megpróbálja felvenni a proxit. Nexus, itt mennyi ember van. Meg is hal mindenki a picsajában. Ott a droid. Kíváncsi.
Hát némelyik játékos elég nagy droid, az biztos. Például az a cheater gyerek, az egy nagy droid volt. Figyelj, megöltem azért a Field War. Jó, hogy ez a, tényleg itt a ját, ebben a játékban a proxyt lerakni, ez az nagyon troll. Hát ez tudni kell egyébként, ez taktikailag. Hát persze. Taktikailag teljesen jó, csak egy marha egy troll fegyver. Elvitték? Ott van benne ezért a pontjuknál ketten. Jajaj. Krok. Hozom, gyere Tomo! Oké, okay. Nexus, gyere, fedezzük, gyere, gyere. Viszik a miénket, megyek értem, meg próbálom lelőni a csávot. Oké, okay. Norbi, gyere. Kipezést teszem. Nem megy nekem most ez a lövés. Haj már meg, nullos, ott van bent balra. Norbi, bent balra, sarokba. Hogy küszködnek a robottal mindig, hihetetlen. Oké, okay, megvan. Szép. Én is nullos vagyok. Merre Norbi, most ez el? Megpróbálom. Hát nem hiszem el, hogy már spawnon is hátra lőnek. Spawnon? Megvan a spawn? Ez az megvan, szép, okay, szép. Nem, már megint 7-3, hát... Ah. Igen. De miért? Ja, mert egyszer elvitték. Ők is. Ők is elvitték, ha. Rájöttek most már, hogy mit kell csinálni. Tök jó az a cuccom, hogy... Gondolom a csávot, ez meg beállani. Ja, hát elő. Enemy locking. Ja, túl ez jó. Ez is kegyetlen jó, gyerekek, ez a capture the flag. Hé, fut az ászlóira, gyerek. Hogy hova le? Hova ugrott ez? Áó. Ezt kölcsök, figyeld már hova kempelt be, agy, rohadna meg, ott kempelt. Ja, vagy nem tudom elmagyarázni, mert... Itt kempel, ahol kimegyünk, ahol kezdődik ez a középső rész. Igen. A fal mellett. Merre Nexus, merre? Szedjük le, merre? Ja, gyerek itt, ez is itt kempeli a kiállatot. Lehet, ez volt az. De nem itt kempelt. Hú, menj már előre. Nullos vagyok. Megyek a gyerekért, mert itt volt. És csak, gyere utána. Nem, megyek izébe. Nem, már nincs itt a hülye gyerek. Megyek a pontjukra. Enemy locking. Valaki lerakott valami droidot, az miért egyébként? Mennek a... azt hiszem egy gyerek megy a pontunkra. Meg proxy. Menjen visszamegyek. Hogy meghalt? Jó, hogy észrevettem. Hoppá, egymást kilőttük. Én megöltem magamat. Tol. Hát előferdővel. Gyerek ott van bent mögötte megint. És nem, én ezt nem értem egyébként. Á, viszik a pontunkat. Na, szétlőttem megint valakit. De egyébként nem jöttek a pontjukra, mert itt majd jó. De mi ez? De miért sajátunkat nem hol meg? Sajátunkat védem, mert viszik. Túléli, hallok, én nem bírom. Hol a hol a? Ja, ott van, jön meg a kukukó. Srác viszi. Rohadék robot, neked is az anyádat. De... Sajna. Vigyük össze cuccot, gyere! Kiakaszt néha a játék. Nexus, hozod a táskát? Nálad van. Ja, én mögöttem! Nexus, mögöttem! Oh, ott is jó, mindenhonnan. Jó, már nem tudtam, merre nézek. Hát ez mindenhol voltak. Visszavitték. Nem baj, 7-3, hát ez... Hátba. 6-4, egyet bevittek. Hú, ez nem jó, az nem jó. Halljátok, mi lenne, hogyha védenénk a miénket csak? Ővékével nem fog, az a baj, mindjárt fő hozzá. Jaja, tényleg azt kéne. Védjük be, inkább gyertek. Elvisznek, és akkor már döntetlen, menjünk kempelni. Vigyük, ja, persze. Én meghalok, mindjárt megöletem magam, aztán hozom a shotit. Ilyenkor meg, mikor meg akarok halni, akkor meg nem bírnak lelőni. Elviszik van. Nem, védjük be. Nem, mi locking. Meghaltam. Hozom a shotgun-t. Oké. Okay. Akkor...
Ott vagytok, véditek? Védjük, igen. Jempeljük be, az jó az. Jó lesz. Figyeld. Jó. Van, ahol ide kempelek, itt tudok két felé lőni. Hát de itt vagyunk hárman, bírunk két felé nézni hárman. Mindenki itt van, mindenki itt véd, védekezik. Aha. Rájöttek ők is szerintem. X-ray 205. Jönnek jobbról. Itt bejön, jönnek. Igen bejön. Ott onnan jönnek. Norbi onnan, azaz ott. Oda dobtunk egy 5 gránátot. Arról senki nem akar bejönni, úgy tűnik. Dehogy nem. Pofá lőttem egy méterű shotgunnal és nem halt meg. Még egy. Nem, az haver volt. De ez okay. Hihetetlen, hogy innen lőttem fejbe, hol vagy? Ló. Gyere. Igen. Innen lőttem fejbe, így. Nem igaz, hogy nem hal meg. Jönnek ott Norbi. Aha, jövögetnek, de... Még tartom. Egy jön. Várjál, hagyd dobjak egy granyó. Ha már vége, GG. Ja. Jó. Vicc tornyi. Még a szerverteremnek oda basztam egy gránátot. Na, skacok, na végre itt azért lehet öldösni. Egyébként én mindig ezeken a pályákon vagyok jó, ahol tényleg közel harc van valamiért. Meg ugye kicsi a pályam. Ez a love skill-es képnél. Megint hármat elvitte. Na. Jó, egyébként ez tetszik az a játék, mert ez izgi. Ez jó, ez rohadt jó. Ja. Meg lesz a 9-es szint? Hát pont nem, hát nem viszont. Na Nexus, maradhatunk itt? Persze, amúgy én már azt tudom milyen fegyvert hozzak, mert nekem úgy látszik, hogy egyik sem működik. Tehát az, hogy shotgun a fejbe lőm egy méterről és túléri. Én itt már nem tudok mit mondani. Nem tudom milyen fegyvert válasszak őszintén, szóval... Hozzam ezt az alapot, jó ez? Én is valami olyasmit választottam. Tejfölös nokedli. Hozzam a nagypapit. Na, go. Ismerős pálya, ezen a pályán lőttem 3-at. A pályát szerintem nem fogom elfelejteni, amíg élek, mindegy. Na Nexus papa, gyere. Basszus, ide nem ez kellett volna, biztos, hogy kell. Várok az ingyen fregre. Meghalt. Hozzuk egy, gyertek. Hát, sorok. Meghalt, ott van még egy ott. Téged tudod mivel lőttek a ionsákkal? Szép volt Norbi. Norbi, csak az a baj, hogy messze vagyok. Jaj, de ne engem, a gyerek itt nagyon szer. Hú, de jó, hogy ezt kaptam. Köszönöm nekik a bejárathoz. Kaptam egy infancy turretet. Norbi, próbálok fedezni, de... Jó, valaki ott kapta a gránátot. Nice, GG. Kritikál kiillasztított, ezt én nem élődtem le. Én úgy látszik, hogy én másoknak lövöm a fregeket, nem magam. Hát, előfordul, igen. Gyerek hozza megint. Gyere, haver. Az szép volt, Nexus, az... Tögények a... Én fölteszem az ágyút a repülő tetejére. Lehet olyat? Lehet. Beszarás. Mennek a pontunk felé, oldalról. Norbi, gyere vissza, jelzem a Norbi. De, itt vagyok, jövök. Figyeld, nem hal meg. Dobok egy kontragránátot. Ez az, oké, meg volt a termál. Tango down. Ispinyó, az jó kis... Ja, rájöttem, mire valamibe beleakad a lövés, de...
hogy a picsába lőtt ki onnan RPG-vel, azt mondd meg nekem. Tehát az, aki lentről fölfelé lév, az RPG, az ilyen okos, és akkor így... Így kanyarok. Persze, jöttem, persze. Elmegy a picsába. Norbi szép, egy fönt, egy ott. Egy... Befut, igen. befut. Egy a tetőn, fölmegyek. Jó, megyek a visszapontunkra. Nincs üres tető. Jó, üres, az is. Oldalt. Melyik? Oldalt három oldalt, három. De, ja, az az oldalt, jó. Ne, tudod, nem a jobb, hanem a másik jobb. Ja, a másik. Másikból. Másikból, ez. Nos, kacok, kezdek most majd azért nagyjából. Hogy lehet, nem is csináltam még semmit. Én is csak defelek. Párét, valaki jönni. Én most atakkolok. Én meg defelem az atakkolót. Ja. Persze, hogy hátba megyek. Akar lőni már valaki ás. Viszont. Egy oda, egy refresh. Valaki fedezzen. Egy előre, gyere. Van egy pont, azért már inkább nem megyek vissza. Ez is kritikál killer, rácseszek egy gránátot, igen, bocs, most én lőttem ki. Igen, láttam, de mindegy, tehát nem az a négek ki, hogy lelövik előlem, hanem az, hogy... Kritikál, igenis száz. Miért nem lőlem meg én azzal, hogy... Persze a százat megadja, viszont... Viszont nem kill. Ez is kill assist! Csak az, hogy baj van. Baj van. Elvitték, tudom. Nem, itt van nálam a cucc. Már Bartod itt az enyém. Haj már meg, hát kiégek. Jó, megvan, okay, megvan. Oké, okay, ennyi gyerekek, itt hozom a cuccot, 9-1. Uff. Ennyi, GG. Ja, gyerek lerakott ide egy proxyt, aha. Neztek, 5 gránátot szép. Kapsz, megdög lesz, azaz. Skacok, még egy. A, egy tető. Itt fönt, Nexus itt fönt. Elvileg, itt volt. Nice. Igen. Már ott hulla. Oldalt jön neki, oldalt. Akkor. Fedező tűz vagy. Jobbra is, meg balra is van. Ennyi. Hát, volt. Ez... Na viszont ez volt az utolsó. Kaptunk egy acsi 10-0-es kargót. Na. Ó, 5-1. Ah, gyerekek, jó. 5-1-7-1-7-2, teljesen jó. Jaj. Ott a Norbi! Norbi fölkerült a listára! Azt írja, hogy karriersz ki. Karrierja. Na ez volt viszont akkor most már az utolsó. Show? Igen, hát a játék live-on. 8 óra lesz. 9-es szint. 750-es a win bónusz, vagy lehet, hogy 40 fősükön 1000-es a win bónusz. Na akkor kimépe? Tessék? Fő menü. Adnám, nem még számol a... Ja, hát aki ilyen sok pontot kapott. Nem, de úgyis. Tomónak a gépe nem tud számolni. Ja, hiszen tudod, összeadja ki, és utána most, visszavon. Most elmentek. Kérdő, nem bírja számolni. Aztán -200, és akkor már mindjárt megkapom, hogy AMD-k át, hogy tudod, nem tud számolni. Várja, 5 meg 5 az várja. Igen. Mondjuk el AMD tanárhoz, hogy mit tudom. Ja. Hát, skacok, ez tényleg tök jó live volt egyébként, mint a csalót kivéve. Ja, hát ez... Epic volt, jó volt, tetszett, úgyhogy... De legalább bemutattuk, hogy hogyan kell reportolni a csalót. Igen. Bár nem, az Origin az nem látszik a live-on, csak maga a játék, de most már tudjátok, hogy ott scoreboardon kell illetőket reportolni. Na, viszont akkor elköszönünk, ugye? Persze. Várjuk le a live-ot is, meg a videókat is, úgyhogy köszönöm Tomó, Norbi, hogy itt voltatok, és nektek jó, kedves nézők. Hogy legközelebb, Tomó, elvileg akkor mikor lesz live? Te tervezel? Elvileg holnap, igen. Akkor holnap. Most akkor is mondhatod, hogy lesz? Hát info az majd holnap, úgyhogy lesz, kísírtam. Igen, tehát akkor lesznek még livestreamek, meg nálam is lehet majd nézni. Ez most ennyi lett volna. Köszönöm, hogy itt voltatok. Sziasztok! Sziasztok!